Jó estét kívánok, Görög Ibolya protokoll szakértő, a Bóta Café vendége. Szerintem mindannyian ismerik, tudják azt is, hogy kiszolgált 7 miniszterelnököt, és azóta inkább minket szolgál, mert hogy mindenféle előadásokat tart, tehát főleg a felnőtt oktatásban van, de hát közben persze egyetem, meg mindenféle egyéb is. Ibolya, én azt olvastam, és azt most olvastam először, hogy nyilván régebben is olvashattam volna, hogy te alapvetően színésznő akartál lenni már 3-4 éves korodban. Ez így történt. Én már óvodás koromban is boldogan álltam ki szavalni. Mentünk vendégségbe, akkor az Abroszt a vállamra tettem, és énekeltem operetteket. Vállamra tetted az Abroszt? Igen, hát a szép rojtos, meg persze. Ja, és akkor énekelgettem operetteket, meg a minden, már kicsi korom óta is. És úgy nagyon szerettem ezt az egészet, és akkor anyukám mondta, hogy a színésznőnek azért ki kell nézni valahogy, és nekem vastag a lábam, úgyhogy nem menjek színésznőnek. De ezt mondta egy 3-4 éves gyereknek. Hát akkor már lehet, hogy voltam 5 is, hát nem tudom. Nem egy színésznőnek, mert vastag a lábad. Én anyukám az őszintén nevelt engem, és akkor még nem volt ez az emberi szabadság, meg ez nem, akkor nem volt divat, akkor még neveltek. De végül is jól is jártam, mert végül lett normális szakmám, és tudtam csinálni az életemet. Bocsa, színészet is normális. Már úgy értem, hogy polgári szakma, de azért valahol a színészet mindig benne volt. Mert protokoll főnökként is nekem a vendég felé, vagy a főnök felé, hát nyilván színészkedni kell egy kicsit. Meg az egész életünk is, ha belegondolsz, arról szól, hogy mindig kicsit játszunk. Tehát nagyon ritkán légy őszinte, ez a legrosszabb mondat, mert az ember nem igaz, de mindent megjátszunk. Hogy de akkor te most játszunk, itt nekem hamukálni fogsz nem, egy óra hosszat? Nem, azt játszunk, hogy most interjú van. Tehát érted, az egész egy ilyen... És ez mivel jár? Azzal, hogy az ember adrenalin szintje megdobódik. Valahogy nekem az úgy jó. Aha. Mert kiállok előadásokat tartani, hát az tiszta blahalújza, hát ne viccelj már. Állok ott a színpadon, pláne most, hogy ezek a stream dolgok voltak. Igen, mondtad voltak. Is egy interjúben, hogy ha kint állsz a színpadon, és 500 embernek te előadsz, akkor blahalújza mehet gyufáért. Ezt körülbelül mondtad egész pontosan. Mert gondold el, amikor az a stream rendszer volt, ugye a járványat, és az egész nézőtér üres, egy állva kamera állottan nekem, még ember sincs mellette. Rémes. És úgy kell csinálni másfél órát, úgyhogy még jó is, hogy nem lettem színész, mert mondjuk ők egy filmfelvételen nyilván ezt érzik át állandóan. És az nagyon-nagyon deprimáló. Hát ott legalább a stábot van. Hát mondjuk igen, de aztán mondom, egyáltalán nem bántam meg. De ez rémes volt az üres kamerába beledumálni? Hát azért össze kellett kapni magam. Tehát, hogy merjek ugyanúgy humorizálni, ugyanúgy gesztikulálni, vagy... Na de nincs rá röhögés. Hát ez az, hogy azt bele kellett éreznem, hogy úgy tudjam csinálni. Ezért mondom, hogy jó, hogy az a kicsi blahalújzavér bennem van, ez már segített ebben. Ez a mindig játszás. Ez mit jelent? Ez akkor nem őszinte lenséget jelent tulajdonképpen? Nem, szerintem nem, mert az ember még a társas kapcsolataiban is igyekszik a másikra figyelemmel lenni, hogyha neki rossz napja van, akkor ne kezdjem azzal, hogy én is lúgok bele egyet. Az együttélésünk köz kell valami tolerancia, és szerintem a tolerancia, a másra figyelés, ez már valahol egy kicsikét azzal játszom, hogy az életemet, meg az övét is szebbé tegyem, szerintem. Na jó, de hát protokollfőnökként nyilván egy rakat olyan emberek kerülsz kapcsolatban, akit mondjuk utálsz, nem? Há, most látod rajtad, hogy ez igaz. Akkor, amikor na most én akkor, még, mi, akkor mit csinál? Akkor eljátszod a mosolygós, disztingvált, jól öltözött hölgyet, aki... Egyébként én általában kevés embert utálok, de hogyha mondjuk olyan politikus volt, akit szolgálnom kellett, és nem nagyon kedveltem, akkor a technikai minimumot nyújtottam, tehát mosolyogva, jó napot kívánok, tessék, valamit, ha erre fáradni, olyan foglaljon helyet, és kész. És nem kérdeztem meg, hogy egyébként hogy van. Tehát, hogy mondjam, redukáltam azt, amit... egyébként hogy van, rá illik őszintén válaszolni, hát, vagy nem? Arra azt kell mondani, hogy jól. Az ember elkezdeni, jaj, ne is mond. Hogy én, kit érdekel? Na de akkor meg megkérdezed meg? Mert ez egy ilyen kapcsolatfölvétel rész, ez már a jó napot kívánokkal úgy együtt jár. Például dolgoztam Kínában kétszer is egy-egy hónapot, minimálisat tanultam meg, de egy jó napot kívánok, igen, nem ilyeneket. És mikor jött a kínai külügyminiszter, Antal József idején volt, hogy ez első olyan nagy, hogy végre újra fölveszik a kapcsolatokat, és kiszállt a kínai külügyminiszter a kocsiból, és mondtam neki, hogy nyiha, sön tihao ma,
és az visszaesett a kocsiba. Ez a jó napot kívánok, hogy van. Aha. Utána ő mondott volna nekem már valamit, de aztán mondtam, hogy ne, szóval én nem beszélek kínaiul. De miért esett vissza a kocsiba? Attól, hogy meglepődött, annyira örült, hogy fölragyogott az arca, hogy szóltak hozzá. És akkor nekem már annyiból nyert ügyem volt, hogy ő már ilyen érzelmileg előkészítve került oda a tárgyalásra, ahol neki majd dönteni kell az ország dolgaiban. Egyébként igazmondásba vagy hazugságba is tudsz segíteni a politikusnak? Nem kérdezik ma már meg ezt nekem. Tehát és ezt régen persze. Tehát aki mondja nekem, hogy én miért nem neveltem meg őket, meg miért nem mondtam ezt, meg nekem nem az volt a dolgom. Én akkor nem szakértő voltam, hanem protokollfőnök, ceremóniamester. Tehát azt meg tudtam mondani, hogy hova menjen, hova üljön, mit csináljon, de azt nem, hogy néz már ki megint. Meg én nem tudtam neki ilyenfajta... Abban nem szól be a protokollfőnök? Legfeljebb nagyon finoman, tehát, hogy gyorsan a drágja, azt nem? Nem, ez nekem nem volt dolgom megmondani. Legfeljebb a titkárságán keresztül üzentem, hogy nagyon ritkán... A titkárságvezetőnek mondtam, hogy légy szíves, nézd már meg a miniszterelnök úr nadrág hosszát, mert szerintem rövid, vagy hosszú. Vagy ilyesmit. Tehát így tudtam üzenni, de én neki nem szólhattam. Egyszer szóltam, amikor Megyesi Péternek rossz oldalra volt kitérve a kokárda. Jobb oldalra volt neki kitéve, és mondtam, hogy az bal oldalra kell kitenni. Mert? Hát a kokárdát a szívünk fölé kell tenni. Aha. De ezen, én így nem tudtam beleszólni, mert ha csak nem kérdezem. És szerettél volna? Hát valahogy úgy nem. Valahogy annyira nem éreztem gyerekeim, saját gyerekeimnek őket, hogy én őket nevelgessem, hanem igyekeztem abból a hozott anyagból dolgozni, hogy ami megvan, abból próbáltam kihozni azt, hogy legalább kifelé milyen hiteles képet tudjanak adni. Mi van, ha valaki direkt, ugye ma ismerünk ilyen politikust, aki népegyszerű gyermekének akarja mutatni magát, holott nem biztos, hogy az. És akkor netán direkt úgy öltözik. Vagy azt mutatja, hogy a lehető legegyszerűbb ételt főzi otthon. Hát ez is egy image, ha úgy tetszik, ez is egy protokoll szakértőnek hát, lehet. Igen, nagyon-nagyon sokszor nem? Tudnék én beleszólni ebbe, ha kérdeznének, de nem kérdeznek. Egy politikus ott téveszti el, hogy neki nem kell lemenni. Lemenni arra a szintre, neki kicsivel följebb kell állni. Ugye Rákos, hogy na elvtárs, érik-e már a tarhonya? Szóval így nem lehet. Az átlag, de nálad így nyilván neki az átlag ember bejött, kicsit föl akar nézni, nem jön be. Az emberek, a legegyszerűbb emberek is utálják, ha őket hülyének nézik. A demagóg szöveg az csak azt hiszik a kommunikáció szakemnek, hogy a demagóg szöveg az hasznos, de nem hasznos. Hú, tudod, hogy hányszor bejön az? Hát manapság ennek az idejét élő, hát tudom. Nem? Tudom, hát sajnos. Akkor meg nem, szóval, működik. Ez úgy van, hogy Amerikában azért működik, mert ugye Amerika 201 néhány éve létezik, és ott demokrácia van, és az elnök egy az emberek közül. De ha Európára gondolsz, Európában mindig volt hol egy császár, hol egy király, akire fölnéztek. Az átlag európai ember föl akar nézni a vezetőjére, mert ő több, mint én. Igen, de és hogyha demagóg szöveggel lemegy az ő szintjére, vagy mit tudom én, fölvesz egy, mit tudom én, egy valami olyan nagyon egyszerű ruhát, amilyen úrasz az a nép között, nézd már, apa, ez akar miniszter lenni, hogy néz ez ki? Tehát lehet, hogy nem mindig nyer vele. De működik az is, hogy közülünk jött, közülünk emelkedett ki, nem? Hát, most hát persze, hát 10 millió ember ízlését én nem tudom nyilván befolyásolni. Csak szeretném, de hát nem, de nem. Kit tudtál legjobban befolyásolni a miniszterelnökök közül? Végül is mindegyikkel nagyon jól ki tudtam jönni, nekem nem volt egyik. A Boros Péterrel volt gondom, de az 4 hónap volt, ugye az nem volt olyan nagyon mert sok. Mert? Mi volt vele van? Mert ő nem tudta, hogy én miért vagyok. Az összes többi miniszterelnök tudta, hogy én azért vagyok, hogy az ő munkáját segítsem. És például a Boros Péter meg ő nem, ő Dafke, nem, erre, ment másik oldalra. Tehát ő nem igazán érezte, hogy én miért vagyok, de mindegyik miniszterelnökömmel jól kijöttem. Hát ugye Lázár alatt kezdtem, az akkor még nem volt dolga a protokollosnak, mert akkor tudták, hogy ennyi, a kész. Tehát ott nem volt nagy variation. Aztán ugye Grósz Károly, Németh Miklós nagyon kedveltem, mert ő volt az első, aki emberből volt. Soha nem felejtem el. Tehát amikor a miniszterelnök kijelölnek, vagy fölesküszik a miniszterelnök, aznap jönnek a nagykövetek fél óránként gratulálni. És ugye a protokoll hozzáviszi. És beszóltam a miniszterelnök, hogy itt van a következő nagykövet, és a cigijét így elnyomta, hogy a fenébe, hogy itt nem lehet egy cigit nyugodtan elszívni. És én
Elállt szavam, hogy miniszter emberből van. Hát ilyet nem hallottam előtte. Egyébként vele nagyon jó volt a munkakapcsolatom is. Antal Józseffel kiváló volt, mert ő nagyon, hát a von Hausshoz tudta a dolgokat, és nagyon tudta, hogy én miért vagyok ott, és nagyon igényelte is a segítségem. De neki, ha ő tudta, akkor neki miért kellettél? Elmentünk, mit tudom, egy gyárlátogatásra. És akkor ugye egy vidéki város, több helyszínes miniszterelnöki látogatásra. És tudta, hogy amerre én megyek, neki arra kell menni, neki ez a dolga. De miért? Hát azért, mert hogy ne tévedjen el, hamarabb végezzünk, mennyi időnk van, mennyi időt töltsön ott. Te ilyenkor ezt előre lejártad? Persze, lementem, mindig egy héttel, 10 nappal korábban lementem, és mindent ellenőriztem, mely ajtó merre nyílik, mivel fogják megkínálni, hova fog leülni, milyen magas az a szék, amiben bele kell neki ülni, mindent. Aha. Hát volt a protokollos munkája. De hát azért nyilván mindig adódott egy rakat váratlan szituáció. Hát persze, olyan könnyen a Blaha Lujza. Olyan, na mindig, mondj egyet. Protokollos soha nem mond olyat, hogy mi volt a gigszer. Azt mondja, hogy hogy oldottam meg. Tehát a gigszer az mindig jön. Nem is az a sztori benne, hanem hogy hogy oldom meg azt a gigszert. Hogy oldom úgy föl, hogy nem veszik észre, hogy protokoll hiba volt. Tehát ezt így kell csinálni. Na, mondj egyet. Hát... Sírtelen, na egyet elmesélek, nem miniszterelnökös, nem baj? Nem baj. Itt volt egy dél-afrikai püspök, pici kis 40 kilós kis koronfekete püspök bácsi, a kísérője egy szép nagy darab gyerek, meg a holland apáca néni. És városnézés és Mátyás templom. Délelőtt olyan 9:30 körül értünk oda, és azt mondja nekem a püspök úr ott a Mátyás templom, hogy ő itt most szeretne egy misét tartani. Hoppá. Na most protokollos nem mond, nem, egy just a moment please, bementem a szekrestyém, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, és itt a püspökök. Egy kérdésük volt, hogy latinul vagy angolul. Magyarán akkor tanultam meg én is, hogy a püspöknek kötelező stációnként misét tartani. És 10 perc múlva misét tartott a Mátyás templom egyik oldalsó kis oltáránál. Az a lényeg, hogy a megoldást kell keresni, nem az, hogy nem tudom megcsinálni, hanem hogy tudom megcsinálni. Na, milyen váratlan helyzet volt meg? Hát, Stevie Wondert, ugye a vakzenész, fantasztikus zenészt fogadta Posgai Imre. Ő volt akkor az alternatívakat mindig ő fogadta, tárca nélküli miniszterként. Mert akkor ugye már nyílt a világ, ugye 89, már jöttek ugye kezdődött, és akkor Teréz anya, tehát voltak, akik nem politikai vendégek voltak, de mégis prominensek. És az volt mindig, hogy fölkísértem, 20 perc beszélget, és utána pedig a parlament megtekintése, és egy másik kapunk ilyen. Ez ilyenkor mindig ilyen szigorúan be van, hogy 20 perc beszélés, akkor nem lehet 22? Nem lehet, olyankor a protokollosnak ezt intézkednie kell, persze. Na és hogy befejezem sztorimat, ugye jöttünk ki, és akkor hát... én nem akartam őt elvinni, hát a parlamentet megnézni egy vakemberrel azért elég bonyolult, meg nem is igazán illedelmes. És az ő egyik kollégája mondta neki, hogy az ő Wondernek, hogy nagyon szép a ház, és akkor egy sightseeing. És akkor olyan úton vittem, hogy meg tudta fogni, hogy márványmű, aha, mi a különbség, hogy a civartartó hogy néz ki. Tehát aha, olyan helyre kellett vinnem, amit ő is, hogy úgy mondjam, lát. Világos. És hogy a 20 perc, ennek protokollos munkája, nézem 18-19, akkor nagyon halkan benyitok, megkeresem a főnököt, az én főnökömet, miniszterelnököt vagy minisztert, ránézek, és ő vagy bólint, hogy igen, vagy azt mondja, hogy hagyjam. Ha azt mondja, hogy de jó, hogy beszóltam, akkor kijövök. 21-22, megint benyitok, akkor csattanak ki, és tudom, mert én engedtem el, recsen a parketta, tudom, melyikre kell állni, és akkor megállok, és nézem a főnököt, és elkezdem nézni a vendéget. Addig nézem a vendéget, amíg nem néz vissza. Most már ő is tudja, hogy vége, aha, megint kijövök. És ha akkor se jön ki, akkor 3 perc múlva bemegyek, és beállok. És ott állok, amíg nem megy el a vendég. Hát nem ez a legszebb része a protokollos munkának. És utána nem küld el a búzsba? Nem, utána megkérdezem, hogy hogy érzi magát, tetszik-e a város, milyen szép időnk van. Nem, a miniszter, hogy hát mondjuk tudnék dumálni. Akkor ő azt, nekem olyan jelet ad, hogy hagyjam. Akkor tudom, hogy akkor nem kell többet beszólni. Aha. Persze volt olyan is, hogy ne. Kellemetlen szitu? Abból is volt nyilván egy rakat. Hát egyszer emlékszem rá, Boros Péterrel voltunk, hogy az a választási hadjárat kapján ő járt ugye az országban, mert akkor ugye a választások előtt voltunk. És egy EGRI programnál belement egy légy a fülembe, egy kicsi picike apró légy. És borzasztó, és nem jött ki.
és akkor belögtem az elnökségbe, hogy akkor ott több programja van, és én elrohantam a fülészetre, mert ebben egri vagyok, tudtam, hogy ott van mellette. Annyira, hogy kisek lehetett annyira, hogy be kellett rohannom oda, mellette volt az STK, hogy legyenek olyan kedvesek, mossák ki, és utána mentem vissza, de pont akkorra végzett a Boros Péter is. Hát de mindent meg kell oldani, persze. Hát nem csak politikusokkal, ugye mostanában inkább foglalkozol hétköznapi dolgokkal. Tehát bejön mondjuk itt a marketingesünk, kezet fog veled, és rögtön elmagyarázod, hogy azt mondja, jöjjön csak vissza, és megmutatod, hogy kell kezet fogni, hogy Isten igazából. Mert egy fiatal ember, ő még nem tudja, hogy ezekre vigyázni kell. Hát én segítő szándékkal, remélem ő se sértődött meg, segítő szándékot érezte bennem, hogy és ilyen gyakorta van, hogy hol puhán fogja meg, hol nagyon megszorítja, hogy kitől tudja meg, ha nem én tőlem. Mert én semleges vagyok, és akkor én nálam most megtanulta azt, hogy akkor úgy neki nem szabad a mutatóját betenni a csuklomba. És ez biztos, hogy egy életre megtanulta. Tehát segítettem vele szerintem. Na most ilyenből aztán rengeteg hát van, rengeteg, nem? Persze. Persze, és ezt az emberekkel szeretik is. Tehát egyszerűen igénylik ezeket, hogy tanácsokat is adjak. Ott például valók egy előadásom, akkor utána odajönnek, dedikálok, akkor odajönnek, és akkor csak azt kérdezzem, hagyd kérdezzem már meg ezt vagy azt. És akkor ott segítek, elmondom neki, hogy szerintem, hogy kéne megoldani. De hát te e-mailen is becsülettel válaszolsz. Abszolút, én 24 órán belül legkésőbb, de egy órán belül leginkább. Tehát én azonnal szeretek válaszolni. Szóval alapszabály, hogy legalább azt lecsekkolod, hogy megjött, és így ha nem van, tudsz rögtön válaszolni, akkor... Akkor írom, hogy megkaptam, később válaszolok feltétlenül. És nagyon haragszom, ha valaki nekem nem válaszol, akkor azt csinálom, hogy a továbbítás gombbal újra elküldöm ugyanazt a levelet egy hang nélkül. Aha. És akkor már kapcsol, hogy erre válaszolni kellett volna. És ha telefont nem veszik föl, kinyomják? Amit meg én utálok nagyon. Én ezt azért nem értem meg, mert hogyha őt zavarja, akkor miért nem kapcsolja ki a telefonját? Igen, én is ezt gondolom. Az emberek azért nem kapcsolják ki, akkor nem kapnak levegőt, pedig kapnak, esküszöm, hogy kapnak. Tehát akkor egyre kapcsolja ki az embereknek, rá kéne szokni arra, hogy ki lehet kapcsolni. Tehát én is azt gondolom, hogy ha be vagyok kapcsolva, meg se nézem, ki hív. Én azt fölveszem. Ha ismeretlen szám, ha izé, ha nem. Persze. Ha színházban megyek, akkor már kikapcsolom, akkor nem lehalkítom, nem izé, akkor kikapcsolom, tehát mindenki hallhatja, hogy... Mert nem attól fontos ember valaki, hogy állandóan csöng a mobilja, attól csak, hogy úgy mondjam, bunkó. Akkor fontos ember, hogyha van neki egy kollégája, aki kezeli a telefonját, hogyha van nagyon fontos ember, szerintem. Egyébként neki azt nyugodtan le lehet némítani, ki lehet kapcsolni. Tehát nem kell annyira, akkor kiteszi ide, hogy megbeszél, és leülök, és akkor kirakja ide a mobilját. És akkor nézi, hogy hány óra van. SMS kaptam. És akkor ahányszor lenéz a telefonjára, annyiszor ver engem orba, hogy te nem vagy fontos, bezzeg a mobilom, az lesz. Hogyha én leülök, és valaki... Kezdve ide az órámra az óra az neked most, nézni. Neked az munkaeszköz, ne viccelj, neked le kell arra nézed, mert te vagy a karmester. De ha nekem valaki telefonnal ül le, és kirakja, akkor azt mondom neki, hogy fontos hívást vár. Tehát jelzem neki, hogy bunkó voltál, tedd el. Csak ezt nem így mondom, mert az ember negatívat nem vág oda senkinek, hanem jelzem, hogy észrevettem, hogy neveletlen vagy. Milyen bunkóságok vannak még? Hát most rágógumi. Na, ettől rosszul vagyok. A rágógumid annyira irritál, ugyanis az a belső hang azt mondja, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájnal ne beszélj, gyerekem. Ő meg a rágógumi szájában... Egy vacsoránál azért beszélünk tele szájjal, nem? Nem, mert ha vacsoránál ez úgy van, majd figyeld meg, ez érdekes módon ez nincs leírva, csak az ember tudja, hogy amikor beszélek, akkor szedem össze a falatot. Addig a másik rág. És amikor elkezdek enni, akkor a másik válaszol, mert ő már lenyelte. Tehát nem kell ezt így beírni. Ez nem megy mindig ilyen automatikusan, van, ugye, amikor... Akkor félre nyomod, de rágás közben, igen. És akkor van, aki rám szól, hogy... Hogy rágás közben, tehát rágás közben nem. Például annyira ez a rágógumi dolog, hogy ugye pH értéke van, meg tisztítsa, ugye kétsével, mert ékesége, de én nem bírom elviselni. Vagy mit tudom, előadásom alatt, és ha valaki, például volt ez a Zoom, tudod, ez a kis képek jöttek föl nekem, hogy kik hallgatnak engem. És az egyik hölgy az evett. Mondom, görög, hagyjad már, otthon van, reggel van, most reggelizik, hagyjad már, otthon, hagy egyet. De nem bírtam elviselni, mondom, jó étvágyat kívánok. De, mert beszélek hozzá, hát olyankor se egyen. Például nagyon sokszor látom... Ebben nem értünk egyet, én is egy időben sokat tanítottam, és nálam lehetett enni az órán, és azt nagyon bírták a kölykök.
Hát lehet, de én és már... én nem, tehát hogy igaz, hogy ez nem nagy előadás volt, uh-huh. hanem így körbeültünk egy asztalt, és mondom, hogy egy érettségin lehet enni, akkor mi ne lehetne egy órán enni tulajdonképpen? Azért, mert beszélsz, hozzá, mert beszélsz hozzájuk, akkor ne egyenek. Ja, jó, azt csinálsz, amit akarsz, jó, tehát jó, az akarat szabad, de én mivel pont a viselkedést tanítom, nekem egyetemen is tudták, hogy nálam nem lehet enni. Vagy voltam egy nagyon nagy banknál, hippi-szupi bank, és a vidéki fióktól jöttek a vezetők. És reggel ugye gyülekeztek, hát ilyen bank reggeli kitéve, lazac minden, és asztaloknál ültek. És az egyik férfi így fölpakolta, és vitte oda magának. Mondom, igyekezzen gyorsan megenni, mert nem sokára kezdtek. Azt mondja, ő közbeszokta. Mondom, ne haragudjon, most nem fogja. Én nem viselem, mert engem az borzasztóan sért. Uh-huh. Mi sért még? Hát, mondjuk a rágógomi, ez most egy volt. Amit nagyon rosszul viselek, hogyha munkahelyen látok nőt papucsba. Ez a megyek már lemosom a csempét, tudod, derekán a kardigán, mert hogy vesés. No, ott van szegény egész de nap. De az egy benti cipő. A papucs az nem kényelmes, hát abban szétterül a lába, és a sarkát fölveri körbe, ugye, ahogy ütögeti. És az este már nem megy vissza a cipőbe. Azt mondom, hogy benti cipő, tehát legyen csizmát, levetem, és felveszek egy benti cipőt. És akkor abban mégis más a tartásom, egész másképp nézek ki. Tehát én ezt például rosszul. Én ilyenekben megengedő vagyok. Van még egy pár dolgod, amiben tudom, hogy a szandál ki nem állhatod. Én se hordok szandál, de nem tartom bűnnek. Sőt, még attól se hűlök el, ha valaki fölmer zoknit belevenni. Kérem, miért nem lehet a szandálba zokni? Szíve joga azért, mert az nem való. De hogyha hordja, de miért hordja? Nem való? Tehát, azért, mert ronda. Magyar... Persze, mert ronda. A szandálnak az a lényege, hogy szellőző cipő. Tehát tengerparton, nyaralóhelyen férfinek szellőző cipő, szandál. De az okni az pont meg gátolja azt, aha, a szellőzést szerintem. Egyébként meg azt csinál mindenki, amit akar, csak meg ne hát legyen amit kötelező. Amit el szoktál látkozni, a póló. Most azzal azt nagyon például mi az, a baj? Azzal, hogyha valaki milyen szerepben van ott, mert valaki kameraman ugye dolgozik, minden legyen pólóban, de egy tanárember, ha kiáll tanítani, akkor ne legyen pólóban, mert a póló eleve van, nagyon vagyok apám, sportos vagyok apám, kicsit meg van nyugva, kicsit. Nem, de nem lehet egy tanár laza, nem, meg sportos? Nem. Miért nem? Mert ő tanít. Ő neki példát kell adni az egész megjelenésével a gyerek felé ahhoz, hogy a tanult ember hogy néz ki. Persze, hogy lehet aranyos, kedves, de külsőleg neki valami fegyelmezettebbet kell hozni azért, hogy a gyerek annélkül, hogy én mondanám neki, látja, hogy így is lehet, hogy mi a minta. De figyelj, Ibolya, ha most nagyon szigorúan nézem, akkor te se olyan vagy, mint egy egyetemi tanár. Tehát, hogy te is lezserül beszélsz, slang szavakat használsz, tehát nem az vagy, aki kiáll a katedrára, és hát, én vagyok a tekintélyes hát tanerő. Hát nem, mert az már nagyon nevetséges, ha valaki ilyen nagyon szofisztikált, azon, hogy mindenki jó belealszik, akkor annyi. Tehát az, hogy én átadjak valamit, ahhoz az kell, hogy valaki ezt fogadja. És hogy az én szövegemet valaki elfogadja, ahhoz a humor nagyon jó eszköz, mert az fölkapja a fejét rá. Tehát a okos monoton szöveg, annak nagyon-nagyon Eszterházinak kell lenni, hogy az ember azt figyelje. Tehát a monoton szövegre az emberek már nem nagyon kapcsolnak. Tehát az a professzor, amelyik ilyen szofisztikáltan és tanultan és kiáll és mondja, amögött sokkal, de sokkal több tudásnak kell lenni, mint ami kijön belőle, hogy az felét legalább elhiggyék. Az átlag ember az ilyen komoly szövegre már nem nagyon figyel oda. Nekem képzeld el, hogy volt, és ez tényleg egy nagyon okos ember, most direkt nem mondom a nevét, volt egy tanárom, aki jóformán felolvasott, és benéztünk a jegyzeteibe, és aztán jót rögtünk, mert az bele volt írva, hogy nos, tehát akkor menjünk tovább. Jaj, szörnyű. Ezért mondom, de hogy... De közben rémokosakat mondott, egyébként író podiumbeszélgetésen, szintén nem mondom a nevét, nagyon nagy író. Állati okosakat mondom, tehát ha írott interjút csinálok belőle, az remek lesz. De közben így halkan, lassan, motyogva, és én tudtam, hogy 10 perc van, mindenki alszik. Így van. Mit lehet ezzel csinálni? Egyáltalán egyébként mit lehet azzal csinálni, hogy a közszereplők tudjanak úgy beszélni, hogy az átjöjjön. Jó, néhány tud, túlzottan is.
De egy rakatnál egyszerűen ciki a dolog. Hát minden pártnak vannak kommunikációs szakemberei. Ha más nem, a választási időszakra előkapják ezeket a szakembereket. Ezekre hallgatni kéne. És hogy az ember hallgat-e arra a szakértőre, vagy nem, ez már intelligencia kérdése. Tehát őket elvben erre taníthatják, hogy hogy kell kommunikálni. Karácsony Gergely is sokkal kevésbé hadar már. Nyilván van, aki foglalkozik vele. Érezhetően változik a beszédstílusa. Tehát meg az, hogy amit én szeretnék úgy elmondani politikusnak, hogyha kiáll, és itt van előtte egy mikrofon, attól még nem kell üvölteni. Hát, de nem ám. Hát már ott a mikrofon. Hogy mennyire hamis, ha valaki ott áll egy mikrofon, és közbe üvölt, és az szinte berezonál a mikrofonja is. Tehát ilyen nüanszokat valahol kéne valaki, aki megmondja nekik. És erre mondom, hát kommunikáció szakember, már a Dunát lehet rekeszteni annyiban. Hogy ezeket tanítani lehetne. Hogy tudja jobban átadni azt a mondandóját. Mennyire gesztikuláljon, milyen hangszint használjon, mikor álljon le. Mikor emelje meg a hangját, de nem kell, hogy üvöltés mennyire rossz. Az üvöltő embert, az neki vagy kineveti, vagy fél tőle, de semmiképpen nem fogadom el, amit mond. Igen, neked még tanácsod van veszekedéshez se, hogy lehetőleg ott se üvöltözzünk. Hát persze, hogy nem. Hanem hát, az nagyon kimérten, jó. Hidegen. Semmi, micimackó effektusnak szoktam ezt hívni, hogyha valaki nagyon üvölt, akkor eszembe jut az, amikor a micimackó mondja a malackának, hogy de micimackó, mit csinálsz, ha egy borzalmas fenneved azt mondja, hogy hú, azt mondja, hát azt mondom, hogy trallala. És azt mondja neked másodszor is, azt mondom másodszor is, hogy trallala. És azt mondja harmadszor nem fogja mondani. Tehát itt áll és üvölt micimackó effektus, arcomra felveszem ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni cím arcomat, aljak kicsit résre nyitva, és amikor kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek. Tehát nem szabad közbevágni, mert akkor ne vágjon közbe. Tehát az embernek, a veszekedő, kiabáló embernek egy eszköze van, hogy nem veszem észre. És ettől ő gutaütést kap. És győztem. De mégiscsak van olyan, amikor vissza kell kiabálni. Nincs kiabálni olyan? Nem. A kiabálni nem. Én egyetlen egyszer talán vagy kétszer emeltem fel a hangomat életemben, amikor a becsületemről volt szó, akkor kicsit fölemeltem, magánügy, tehát nem probléma, akkor mondjuk megemeltem a hangom, de akkor is csak arra az egy percre. De leginkább, hogyha kiabáló ember, akkor, és nem tudom csak kinevetni, akkor kihúzom a derekam, fölem az állam, és azzal a másik arcommal nézve, már most ne ijedj meg, ez a másik arcom. És akkor az már ül. Tehát a egyenes derék, megemelt fej, és az a majd, ezt most hagyjuk. És akkor nincs tovább. Na hát ehhez meg kell öregedni ezek a dolgokhoz. Nem, akkor ott hagyom. De nem megy tovább. Olyan még nem volt, hogy ezt valaki tovább folytassa. Állítólag ezt nyilatkoztad egy interjúban, hogy téged összvisz életed során, amiért irigyellek, kétszer hoztak ki igazán a sodrodból. Mi volt ez a kettő? Hát az egyik az volt, hogy egy ismerősöm kért tőlem, hogy nem tudok egy lakásfelújítós szakembert javasolni neki, és ajánlottam. És egy hónap múlva az a lakásfelújítós fölhívott engem, hogy nem fizette ki a nő. Magyarán az én becsületem, ugye, és akkor a nővel nagyon kiabáltam telefonon. De a másik, hát nem is tudom, hogy volt-e több. Szerintem... Kettőt mondtál. Kettőt. Ja, igen. Rajtad. Igen, a másik az volt, amikor megjelent egy televíziós interjúm a YouTube-on, és írt valaki egy olyan kommentet hozzá, hogy én ledermedtem. Nem merem most megismételni szó szerint. Ki ez a komcsi vénkú? Aha. És akkor én egyszerűen ellopták a hangom, és már azon voltam, hogy én visszaírok neki, hogy honnan veszi a bátorságot, de rájöttem, hogy fölösleges, mert ő nem engem akart szidni, hanem magából akarta kiadni végre azt a rengeteg indulatot. Meg engem, akkor legalább megértem azt, hogy ilyen öreg fejemre végre egyszer azt mondták rám, hogy kú. Meddig sosem mondták, úgyhogy legalább ennyit megérte. Tehát nem nagyon tudok mit kezdeni ezekkel a negatív indulatokkal, mert... sajnálom, hogy ő ilyen. Jaj, aranyosat még elmesélek. Állandó taxissal járok, majd nincsen jogosítványom sem szerencsére. És valahonnan jöttünk vissza, és mondtam, hogy itt álljon meg egy percre, mert csak beugrok megkérdezni a boltba valamit, de meg se veszem, csak megkérdezem, mert majd másnap megyünk úgyis. Egy perc. És jövök vissza, és ott állt egy jeep. Benne egy nő, és a jeep mellett egy ilyen konyhaszekrényi, írtó nagy fickó, és üvöltözött az én taxisommal, de olyan nagyon útszéli módon.
És mondtam, hogy bocsánat, uram, a hölgy előtt hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Úgy ellopták a hangját, beült a kocsiba, elment. Tehát az életművészet szerintem azért kell ehhez megöregedni, mert ehhez már tapasztalat kell, hogy ilyenkor milyen, mit vegyél elő, milyen szókincset, mit mondjál neki. Jó, ezt én értem. Egyébként ez a vezetés, mert most azon gondolkozom, hogy amikor meghívtak ide, akkor te éppen Szabadkáról jöttél vissza egy előadásról. Ó, fantasztikus. Mondtad, hogy az autópályán vagytok, akkor is taxival? Persze. Tényleg? Hát 21 éve dolgozom együtt ezzel a taxisommal, és meg van beszélve, hogy mennyit tudok adni az előadói díjból neki. Ja, igen, mert talán egyszer ezt mondtad is nekem, hogy te eleve úgy szabad az előadói díjadat, hogy igen, te hogy, taxival hogy lemeg föl. Hát nyilván nem órával megyünk, hát nem az igazi rendes áron, hanem egy megbeszélt alapon, és akkor megmondom, hogy most ennyit tudok adni, vagy most annyit tudok adni, és akkor neki is jó, nekem is jó. Aha. Jó, vissza egy kicsit az internetre a kommentekhez. Igen. Mert ez egy új terület. Ez amikor te kezdted a pályát, még nem volt. Hát nem bizony. És ez most aztán nyilván, hát politikusok is egyáltalán hát használják az eszközt, ugye egy rakat dolgot már a saját Facebookjukra tesznek ki, amit tudatni akadnak a közzel, és akkor az vagy elterjed, vagy nem. És hát kommentekben meg hát hihetetlen mi. Borzasztó. Milyen ocsmányságok folynak. Ennek is van, vagy lesz, vagy kialakulóban a protokollja? Vagy netán hát, egyszer, mert ugye van egy rakat könyved. Netán, mert ez most egy szép új feladat, azt kell, hogy mondjam, Görög Ibolya megírja az internet protokollját. Hát ezt már megírtam, mert amikor tavaly ugye a pandémia indult, és ugye ott maradtam, mert minden adásom elmaradt. És mit csináljak? És a nyilvánosság kelepcéjék az a harmadik könyvem volt, abból viszonylag kevés kelt el. Hát mert ugye oda föntre szól, nem kellett neki. De elég régen írtam, és azt átdolgoztam. Alaposan át kellett, mert az a közszereplés nagyon változott azután már, mert azt a könyvet kiadtam, és hozzávettem egy online protokoll fejezetet, ahol benne van a home office, a videokonferencia, a közösségi hálók kezelése. Pizsamába odaülhetek egy mondjuk internetes konferenciára? Pont ezt mondtam, de hogy attól, hogy az home office, vagy attól, hogy én otthonról dolgozom, az nem azt jelenti, hogy pizsamában hasamat vakargatva kócosan leülök, hanem ahhoz, amiről szól az egész, ahhoz kell hozzáöltöznöm. Tehát meg egy bróker, ha hogy otthonról brókerkedik, akkor innyak kendőz a legfőjebb katyába, meg papucsba. De igen, azt több híradós mesélte nekem, hogy fölülzak, a közszereplő részének annak kell hitelesnek lenni. Aha. Én most nem azt mondom, hogy most mindenki glakba a frakba, de egy online oktatásnak a tanárember is, ne pólóba, hanem ingbe üljön oda a készülékkel. Akár egy rövid ujjú ingbe is. Vagy a nő is. Rövid ujjú inget is el szoktátok átkozni? Én nem átkozom el. Én ilyenkor nyáron megengedő vagyok. Aha. Persze, egyértelmű. Tehát, hogy otthonról is, hogy ez a közösségi, most nagyon ugye a pandémia miatt rengetegen rákapcsolódtak, akik nem voltak közösségi hálósok, azok is rákapcsolódtak, mert egyetlen ez volt az ajtó, ami nyitva van, minden más be volt zárva. És rengetegen rákapcsolódtak, és rengetegen ugye elkezdték ezt az egész, hát közösségi hálózást, és nagyon jó arra, én ezt rájöttem már, mert én magam is kedvelem, az F betűset kedvelem nagyon, azon vagyok rajta, hogy nagyon sok magányos embert kivonszol a depressziójából. Mert amikor odaül, akkor elolvasod, hogy a másik mit írt, jaj, a Kati ezt írta, icu meg ezt, jaj, hát az András is, és akkor valahogy bekapcsolódik. És akkor kicsit oldódik a depressziója. Én nagyon hasznosnak tartom. Amit engem nagyon zavart, amikor én az F betűsre ugye felszálltam, nyilvános volt az oldalam. És hát ugye olyan kommentek jöttek, akiket én nem is ismertem, ráadásul nyelvtani hibásan, rossz szavakkal, gusztustalanul, és akkor rájöttem, hogy egy módszerem van, az oldalam zárt. Tehát hozzám az én oldalamat az láthatja csak, aki nekem előtte messengeren írt és megkért, hogy csatlakozhat-e. És akkor visszajelölöm. Automatikusan nem jelölök vissza mindenkit. Politikusoknál egyébként azt megfigyeltem, hogy a normális politikus eleve kettő oldalt csinál. Az egyik az a privát oldala, ahova akárkit nem enged be. És a másik az pedig a nyilvános oldala, ahol a politikáját ugye hirdeti és fölrakhatja. Csak ne csodálkozzon, hogy a nyilvános oldalára mennek olyan kommentek, amiket ő nem szeretne olvasni. Ehhez meg azt tudom ajánlani minden, nem csak politikusnak, minden közszereplőnek,
hogy ne ő kezelje az oldalát, mert ugye ezt elolvassa, aznapra kész. Aznapra biztos, hogy padlót fog, hát hanem egy olyan, munkatársa. Hát nincs olyan, akit ne szapulnának hát persze, össze-vissza. Legyen neki olyan munkatársa, aki kiszűri azt, ami valóban rossz, vagy ami tényleg megszívlelendő megjegyzés volt. Aha, aha. Egyéb? Tévézés, színház? Hát ugye hát a pandémiában nyilván a tévé mellé ragadtunk le, bár igyekeztem azért inkább az olvasást választani, mert azt sokkal szórakoztatóbb nekem. De azért a tévében is szoktam ezt-azt megnézni. Hogy indult a színház, indultak a koncertek, hát ez most kicsit kevésbé ragadtam ezt még meg, mert én még egy kicsikét még mindig tartok. Nem, azt is úgy kérdezem, hogy... Ott például te nem vagy megengedő, azt mondod, hogy színházba ki kell öltözni. Ja, hogy öltözünk? Igen. És ma már ez olyan teljesen alternatív. Tehát van, aki költözik, van, aki nem. És pláne, ha alternatív színházról beszélünk, ott meg az a vicces, ha valaki kiöltözik. Hát persze. Azt hiszem, erről a múltkor már egyébként beszélgettünk, vagy tehát sokszor beszéltem már erről a témáról. Igen. Ugye a színházba elmegy valaki, ott a színészek hónapokig készültek arra, hogy nekem azt az ajándékot átadják, hogy ők ezt nekem lejátsszák, hogy milyen kemény próbaidőszakon vannak túl. És nekem azt az ajándékot, ezt nekem illő megköszönni azzal, hogy úgy megyek oda, és úgy reagálok rá. És én nem azt mondom, hogy glagbafrog, mert operában nyilván glagbafrog, tehát azért szerintem az emberek is tudják. És majd rakadt külföldi turista, igen, aki egy ilyen last minute jegyet, persze, igen. És farmerba fog eljönni, és nem dől össze a világ. De persze, hogy nem dől össze a világ, de ez a belső elegancia, ugye a megjelenés, az elegancia, az a megjelenés intelligenciája. Tehát ha valaki elegánsan jelenik meg, akkor saját magát is tulajdonképpen egy kicsikét kényezteti vele. Tehát saját magának is jót tesz azzal, hogy én most hogy nézek ki. És a szerephez kell tudni adni. Alternatív színházba nyilván mehet farmerbe, meg inkbe, mert miért ne? Én azt mondom, hogy rendben van, de ahhoz, hogy én megtiszteljem azt a színházat, és ha hiszed, ha nem, egyre másra figyelem meg, hogy a fiatalok öltöznek szépen a színházba. Mert a fiatalok jobban értékelik azt, hogy ez most egy ajándék, ez a színház. És hát ilyen alulöltöző, az vagy művészember, hogy neki úgyis jó, mert ugye ő megteheti, vagy a külföldi, akinek ugye nincs itt szép ruhája. Vagy, és ez lehet nagyon jó, nem tekinti ünnepnek a színházat, hanem a hétköznapok részének. Hát én is heti négyszer elmegyek színházba, az már nem feltétlenül ünnep. Tehát én nagyon bírtam például Kolozsvárod, én ilyet még nem láttam, de is nagyon bírtam, hogy többen jöttek rollerra a színházba, tetejében nagy nemzetközi fesztivál volt rollerra, és volt egy olyan ruhatár, amiben nem volt, tehát választhattam. Volt ruhatárossal ruhatár, és volt egy olyan ruhatár, amiben be lehetett tenni a cuccot. Jön a rolleros, ledobja ott a rollerját, és már megy is büfézni, vagy társas életet élni, és ez nekem tetszik. Hát igen, mert ugye az emberek életük részének tekintik igen, a színházat. Tehát, hogy ez nem feltétlenül ünnep, hanem hogy ugyanolyan, mint hogy leülsz olvasni, és ahhoz se öltözöl nem. ki. Nekem nem ugyanolyan. Mert nekem élő emberek adnak ajándékot, nekem az nem ugyanaz. Nekem az nem ugyanaz. Jó. De hát ki hogy szereti, hát ezzel nem fogunk összevetni. Jó, persze. Igen. Persze. Jó, még kicsit vissza a politikusokra. Ez változatlanul izgat, hogy lehet-e ruhával is hazudni? Hát persze. Igen? Hát persze, amikor kiáll ingben, nyakkendőben, nem akarom mondani, hogy melyik szélső jobbos, ing, nyakkendő, sötét öltöny, megfésülve simán, és a szájából így dől ki, így a mocsok. Az úgy nem jó. Tehát aki ilyen a mocsokhoz hogy kéne felöltözködni? Ahhoz az öltöz, vegyen föl hozzá egy farmert, meg egy pólót. Szóval aki ilyen szavakat használ, annak nagyon anakronisztikus az, ahogy kinéz. És egy politikusnál a hitelesség nagyon fontos, hogy a hitelesség, mert ahogy szoktam mondani, hogy van jó ember, rossz ember, meg politikus. Ugyanis a politikusnak, hogy ő milyen ember, az nem tudja eldönteni, mert őt a pártja nyomja, tehát neki a pártját kell képviselnie. És ez a párt által rászabott szerep nem önazonos azzal, ami egyébként, akkor hiteltelen lesz.
De valójában sem önazonos, hát hiszen nem is szavazhat úgy, ahogy gondolja, mert van ez az úgynevezett pártfegyelem. Tehát minden párt előírja, pontos, hogy a parlamentben aki csücsül, az melyik gombot nyomja meg. Ezért mondom, ami, ami hát számomra elképzelhetetlen, hogy egy ilyen szitúba én egyáltalán belemenjek. Akkor ne lépjél be, ne lépjél be. Hát nem is lehet, nem is léptem soha. De hogy lehet ezt egyáltalán embernek fölvállalni? Mihelyt az ember beáll egy olyan szervezet egységbe, ahol ő egy a többiek közül, és az a szervezeti egység képviseli őt is, abban a percben neki kötelező azt a fajta, hát nem csak politikát, hanem bármi mást is közölni. Ezért van az, hogy a parlamentben nincsenek színes öltözékek? Vannak. Hát alig. Tehát szinte ilyen egyen, jó, most én is fekete, szürke, jó, de azért van kék csikos is, hogy ilyen egyen zakók, mintha katonák lennének, azok se feltétlenül jól szabottak, jó, van egy párt, aminél jobban, de hogy rossz végignézni ezen a sok egyen katonán, ebbe a sok egyen öltönybe. Ez ellenpélda, amikor 90-ben ugye a rendszerváltásnál az első új parlament. Hát ott minden volt, ott férfiaknak piros nadrág, kockásink, bőrszín, be lehet menni minden. Egyébként mi történik, hát persze, ha valaki bemegy piros nadrágba a parlamentet? Az, hogy amikor ő föláll hozzászólni, igen, akkor az emberek, akik miatt csinálják, tehát a nézői, a hallgatói azt mondják, hogy nézd már, hogy néz ki, hát nem piros nadrág van már megint rajta. Miről beszélt? Ja, azt már nem tudom. Hogyha elvonja a nonverbálissal, tehát a látott információval, más elvonja a figyelmet a szavairól, akkor sokkal későbben értik meg azt, amit ő mond. De egy politikusnak azért kell konzervatívnak kinéznie, mert konzervatív külsővel egyből figyelem az, hogy ő mit mond. Ha meg más, hogy azt gondolom, hogy unalmas kapásból. Hát attól függ, hogy... Abból is van egy pár. Persze, hogy van. De hogy ez a politikus általában a konzervatív külső azért kell hozzá, hogy mondom, amit mond, arról ne vigye el a figyelmet. Ha elvonja a figyelmet, mert másképp néz ki, akkor amíg azt értékelem, nem tudom, hogy mit mond, csak utána kezdek el figyelni. És akkor neki már vesztesége van. Jó, de ettől még jellegtelen ruhákba kell bemenni? Nem jellegtelen, ez úgynevezett, hogy a konzervatív. Ez az zakó, és ami még fura, hogy ez a konzervatív... Na de miért nem lehet zöld az a zakó? Már elvonja, hát, a figyelmet, mert az most nem, mert világos az most nem kék az a zakó? Az már egy kicsit olyan, hogy mondjam, olyan gégerli. Az már nem a konzervatív szerep. Az elvonja a figyelmet, az már nem konzervatív. Egyik politikusunk is, aki amikor Orbán ugye miniszterelnökké vált, akkor ő is képviselő, beválasztották, na képviselő lett. És megjelent a parlamentben kockásink farmer piros cipőbe azzal, hogy ő ezzel fejezi ki, hogy számára ez a parlament nem legitim. Én megmondom a tévé előtt neki, hogy öreg, akkor hun vagy te most benne? Hát te képviselő vagy. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy mi a véleményed erről, hanem hogy az én érdekemet hogy fogod ott képviselni. Így dumálsz a tévével? Persze, abszolút, persze. Ezen vezetem le az idegességemet. Aha. Egyébként most eszembe jutott egy dolog, ugye hát már téged kirúgtak a legvégén. Hát az ugye? Nagyon régen volt már. Hát nagyon régen volt. Nagyon régen volt. Annak is van protokollja a kirúgás? Hát persze. Hát semmiképpen nem úgy, hogy mobiltelefonon, mint engem. Bár én akkor első... Az hogy történt? Mobiltelefonon fontos? Hívtak föl, szabadságon voltam, hogy már nem is nagyon kell bemenni, csak leszámolni. De ezt ki hívott föl? A személyzeti főnök. Annak rendje módja szerint. És mondott indoklást, vagy hogy valami? Ibolya, hát mi történt? Majdnem mondtam, hogy hát ezt neked kéne tudni. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez nem hát volt. Hát ő merő utasításba kapta. Igen, igen, nem tudom, hogy végül is, de az viszont tudom, hogy én akkor nagyon meglepődtem, és nagyon rosszul esett. De azóta már, ahogy eltelt 99, tehát hány év eltelt már, szinte rendszerré vált az a fajta felmondás, hogy írnak neki este egy e-mailt, hogy másnap ne menjen be dolgozni. Rakásra rúgnak ki úgy embereket, hogy nem is tudja, hogy mi történt. Vagy bemegy reggel, e-mailt nem kaptad, meg ki vagy rúgva. Tehát úgy bánnak az emberekkel, mint a rongyal. A minimum az, hogy legyen olyan kedves, üljön, pár percet veszem az igényben,
munkájával nem vagyunk megelégedve, talán most nem kell kifejtenem, hogy miért. Köszönöm, amit eddig tett értünk, és akkor további jó sok sikert De kívánok. Miért nem kell kifejtenie, hogy miért? Mert esetleg nincs idejed, vagy már fölrohan, hát vagy minden. Toszok hát rá, persze, hogy nincs persze. ideje egy ilyen szituációban. Én ez most már megengedő, ez most a megengedő. Most én vipultam be. Ez most a megengedő variáció. Nem, nincs megengedő. A lényeg, hogy személyesen kell neki megmondani, és nem a kollega, hanem a főnöke mondja meg neki, hogy most akkor ennyi volt. Tehát, és nem, mindenképpen személyesen, mert azt kell tudni, és nagyon sok főnök ezt nem tudja, hogy a másik is ember. Mert ezek a főnökök mostanában úgy lesznek, hogy oda pottyantják őket, és nem is tudják, hogy miről szól az egész cég. És akkor hirtelen úgy dönt, hogy akkor holnap ne essen az ezt eső. Ezt régebben ejtőernyősnek hívták, hát most meg most meg majdnem mindegyik olyan. És akkor azt, hogy holnap ne essen az eső. És ha netán mégis esik az eső, nem arra jut eszébe, hogy én milyen butaságot kértem én a kollégámtól, hanem hogy mégis esik az eső, és kirúgja a kollégát. Itt tartunk. Sajnos nagyon sok ilyet hallok. Csoportos létszám leépítés? Tulajdonképpen egy cégnek erre szíve joga, hogy ő leépít. De azt hogy kell csinálni? Akkor annak a csoportot hívom össze, és annak a vezetője elmondja, hogy mi történt, és hogy miről. Tehát mindenképpen szavakkal az embernek el kell mondani, hogy most ez miért van. Tehát emberként kell bánni velük. És ha nem, arra mit reagálhat? Tehát mondjuk például egy ilyenre. Téged fölhívott a, nem tudom, kicsoda a mobilon, hogy bocsi, Bolya, nem kell többet bejönni, tőled kérdezte, hogy mi történt. Igen. Engem is rúgtak egyszer ki így, hogy tőled kérdezték, hogy mit tudok erről, hogy vaj, miért? És még meg is öleltek utána, hogy hú, de szerettek velem dolgozni. Na most, hogy tehát a kirúgottnak hogy kezd lereagálni? Tehát muszáj tök higgadtnak maradni, vagy mondjuk elkezdhettek pikirten visszakérdezni egy-két dolgot? Ez alkat vagy kérdés. Ez már hú, de nem, nem ez alkat kérdés, hogy ki hogy reagál, ezt mindenkinek a belsője, hogy mondjam, az a belső indulatai döntik el, hogy őre hogy reagál. Azt nem lehet előre megmondani, hogy te most mit csinálj. Én azt mondom, hogy normál esetben vissza lehet kérdezni, hogy miért, hogyha nem mondják meg neki eleve. De az, hogy minél inkább, de én a szakszervezet, és akkor én most munkadöntőbíróság és minden, ha netántán ilyenkor mégis visszavennék, hát milyen keserű kenyér lenne ott az már neki. Tehát tudni kell mérlegelni, hogy meddig nem érdemes. Nem akarhatja bebizonyítani dehogy legalább. Dehogy nem. Ha akarja, akkor bizonyítsa be pontosan. Hogy neki volt igaza? Én azt a módszert választottam, hogy azon a napon, amikor be kellett mennem, hogy na most leszámolok, és ugye volt rá egy fél napom, akkor végigmentem a hivatalon különböző részekhez elköszönni. És senki nem tudta, hogy engem kirúgtak. És mivel én tőlem hallották meg, lehet, hogy ezek utólag számít, vagy aljas dolog volt tőlem, hanem hogy a szánalom és a szeretet kezdett működni, és a felháborodás szült, hogy az Ibolyát kirúgták. És szerintem ennek a következménye, hogy a sajtóosztály szólt a sajtóknak, mert különben honnan tudták volna, mert másnap már megjelent az újságban, hogy engem kirúgtak. És akkor ez azért volt nagy szám, mert a szakaparátusból akkor még nem rúgtak ki embereket. Ma már igen, de akkor politikai állás az egy más, de a szakaparátus megint más. És hát maga... ezért szolgálhattál te ki hét hát minisztert, hogy ennyi volt. Fajta politikát, pontosan. És így aztán, hogy híre ment a sajtóba, akkor még utána egyszer fölhívott a személyzet is, hogy Ibolya, túlságosan sokat te ne nyilatkozgassál. Azt mondtam neki, hogy hát ne haragudj, de most már azt csinálok, amit akarok. Tehát ennek így híre ment. De mondom, hogy ki hogy dolgozza ezt föl? Az egyébként, bocsánat, kiderült, hogy hat embernek megfeleltél, a hetediknek miért nem? Nem. Na, még hát azért 9 hónapig én az Orbán Viktort is dolgoztam. Igen, de kiderült, hogy nem? Nem derült ki. Tehát sajnos átszervezés, ennyi volt az indoklás. Jó, de egyébként persze, bármire lehet mondani. Nem, ez nekem, és őszintén... Sejtésem az van, de effektíve nem. Hát ugye ennyit, már ilyenkor, ennyi év után már el lehet mondani. Hát emlékszel az Országimázsra, Országimázs Központ. Igen. Volt egy ilyen PR szervezet, és a különböző pártok PR-jaival előtte is együtt dolgoztunk, hogyha a miniszterelnök pártrendezvényre ment, ez evidencia volt. De akkor 99. januárjában került be először...
a hivatalba szervezeti egységként egy ilyen különálló PR szervezet. És amikor a hivatalnak részévé vált, akkor voltak kötelező szabályok. Például, hogy protokoll számlát, akár vacsora, vagy világcsokor, vagy bármi, akkor számolhat el a költségvetési osztálynál, ha én azt láttam hozom. Tehát a protokoll költsége csak rajtam keresztül lehetett elkönyvelni. Aha. Hát mondjuk talán ennyit tudnék ehhez hozzáfűzni. Szerintem ez volt az oka, hogy engem elküldtek. Aha. De tulajdonképpen jót tettek vele, Gábor, azóta én egy nyugodt, boldog ember vagyok, nem ér stressz. Tehát teljesen nyugodt életem van, és imádok élni. Hát egy magánzó vagy, aki magánzó vagyok. Azt vállal el, amit akarsz, és a tetejében van egy rakat melód. Könyveket, ha nincs, akkor éppen ülsz egy könyvvel. Így van, de mindig van, és én ezt nagyon élvezem, hogy magam ura vagyok. Hát azért például, ahogy mondtad is, hogy politikus beáll a sorban, mert neki azt mondták, hogy úgy kell csinálni. Hát nyilván te is beálltál a sorban, mint protokollfőnök, muszáj volt, nem? Politikában nem kellett beleszólnom, hanem mint közalkalmazott. Tehát nekem az, hogy a köztisztviselő, az nyilván már annak a mundérnak a becsületét véli. Pontosan. De ez egy inkább munkakörnek mondanám, hogy mindenki a saját cégéhez nyilván lojális, ez evidencia, legalábbis jobb esetben. De én nagyon-nagyon, hogy most se beosztottam, se főnököm nincs, nem tartozom senkinek felelősséggel, és a magam ura vagyok, ezt én nagyon szeretem most csinálni. És tudom, hogy utazni is szeretsz. Olyan nagyon már nem. Én régen rengeteget utaztam, de ahogy ugye fizikai, hogy így mondjam, képességeim csökkenő tendenciát mutatnak, ugye az idő előre haladtával, már fáraszt. És én eldöntöttem, hogy ami már engem fáraszt, én azt már nem csinálom. Én Hévízre járok le évente kétszer, most a pandémia alatt sajnos kimaradtak a gyógykezeléseim, és akkor van az én kis lakásom, amit imádok, és akkor van a szállodám Hévízen, mindig oda járok hozzájuk, és ott két hét, és az nekem ugye elég. Egyébként meg én annyit megyek, mert rengeteg előadásom van, rengeteg felé megyek, de úgy, hogy régebben, hogy külföldre, meg turistaként, olyat már nem. Mert ez olyan fura dolog, hogy miközben te kiszolgáltál 7 miniszterelnököttől, de soha nem szoktál igazából politikáról beszélni. Szóval ez téged nem is érdekel, vagy azért otthon a lakásban a politikusokhoz is dumálsz, ha megjelennek. Dumálsz hozzájuk, egyből gondoltam a tévébe. Tehát azért csak főhúznak. Protokoll előadásom után egy cégnél voltam, kétnapos előadásom volt náluk, és a másik nap végén a főnök behivatott, hogy négy szem közt, Ibolya, most nekem mondja meg őszintén, maga jobbos vagy balos? Mondom, úgy érti, hogy melyik kezemmel írok? Ugyanis az én szakma protokollnak pont az a lényege, hogy nem vihet bele politikát. Hát a protokollnak az a lényege, hogy nem köteleződhet el egy politika mellé azért, mert a politika az diktálja. A protokoll az nemzetközileg egyformán mindenütt igaz. Aha. Tehát nekem nem szabad politizálni, és emlegetek vele, de akkor rúgok ebbe, meg rúgok abba. Tehát akkor nem egyet hozok ki, hanem innen hozok egy rossz példát, meg onnan hozok egy rossz példát. És akkor le van tudva, hogy egy-egy kész, nem tudják, melyik pártnak a híve vagyok. Uh-huh. De én igyekszem politikába így nem belefolyni. Hát volt olyan tévém, amelyik régebben szeretett, de most már nem nagyon hívnak, mert pont azért, mert szeretek mondani, hogy én politizálok. Én meg nem akarok politizálni nyíltan, mert az nem az én dolgom. Hogy egyébként meg otthon miket mondok akkor, amikor látom, hát mondjuk az már megint más kérdés. Azt megnézném. Egyszer hívd meg. Figyelj, akkor te egy boldog, kiteljesedett ember? Igen. Teljesen, én nálam mindig félig tele van a pohár. Tehát én mindig úgy tartom, hogy mindenkinek van oka, indoka elkeseredni, de ugyanannyi oka van nem elkeseredni is. De most azon rágódni, hogy jaj, hogy fájt a derekam reggel, egy, kit érdekel, kettő, mozogt ki, és akkor már nem fog fájni. Tehát én a negatívat mindig úgy találkozom a saját magam életében is, hogy tudom azt megoldani, hogy az ne legyen negatív. Tehát keresem mindig azt, hogy én nyugodtan, szépen tudjak élni, tehát ne legyenek nekem görcseim. Igen, hát te vallod azt, hogy minden napot kvázi meg kell menteni, mert az nem jön vissza. Pontosan. Tehát azt úgy kell csinálni, hogy az embernek minden napjában legyen valami értéke. Legalább egy 2-3 jóság legyen benne, egy 2-3 kis öröm legyen benne, és akkor már jó napom volt. Hát akkor sok-sok örömöt, jóságot, előadást, könyvet, mindenfélét kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, és ez most nekem egy örömforrás volt. Köszönöm szépen. Én megköszönöm, és örülök, hogy te örültél. És annak is örülök, hogyha néztek minket, Görög Ibolya volt a Boltakafé vendége, viszontlátásra.